Hello, hello mindenkinek, srácok! Én jó videót készítem nektek. Csaba, srácok, szintesz a like-bot, iratkoztok fel a csatornára, nagyon nézd meg, köszönöm. Chapter 3 közeleg már eléggé gyorsan. Még egy hónap sincs már hátra. Szóval pontosabban már 28-30 nap van kb, okés. Hátra december 7-től kezdődik a chapter 3. Több, mint valószínű, chapter 3, még nem 100%-os, hogy chapter 3 lesz. De több, mint valószínű, igen, és én abban a hitben vagyok, hogy tényleg lesz chapter 3. Közeleg. Rengeteg leak van már, nem mondhatni, hogy nem leak, de rengeteg olyan dolog van, amiket láttunk a Fortnite trailerébe például, és még nem történt meg. Ezért készült ez a videó, hogy beszéljünk erről, mert én úgy gondolom, hogy ami a trailerben van, a Fortnite trailerben, legyen a Season Battle Pass trailer, vagy új Season trailer, bármi történjen abban bármik másodpercben, a YouTube-én is, a Fortnite mutat valamit, az meg fog történni valamikor, okés? És most előttünk abban a pillanatban, hogy a Fortnite egy csomó mindent mutatott meg nekünk a Season 8 trailerben, és nem csak a Season 8 trailerben, de még nem történt meg a Fortnite-ban. És azokat a dolgokat fogom most ebben a videóban felsorolni nektek. A tegnapi livestreamben beszéltünk még erről, de gondoltam csinálok egy külön, készítek egy külön videót is, hogy maradjon fent itt a YouTube-on, ne kell keresgélni a livestreamben, stb. G2 linket megkapjátok a leírásban, olcsó eredeti játékok és nem csak játékok, hanem DLC-k is, megkapjátok a linket a leírásban. Oké, szóval az első dolog, amiről szerettem volna beszélni, ez, oké? Tudjátok jól, hogy a Seasonnek a trailernél, pontosan a végén van ez a kép, amikor láthatunk egy embert úszni a víz alatt, és ez már kiderült már eléggé pár héttel ezelőtt is, hogy a Fortnite dolgozik azon is, igen, hogy ússzon a víz alatt, szóval, hogy ússzon bárki a víz alatt. Több mint valószínű, hogy 30 másodpercet, így mondja HypeX vagy iFire Monkey, nem tudom már biztosan, hogy 30 másodpercet tudsz a víz alatt úszni, de mélyen, szóval nem csak hogy lássa meg az ellenség, hanem tényleg mélyen tudsz úszni a víz alatt 30 másodpercet, ami szerintem nagyon-nagyon jó tudsz. Tömé valószínű, hogy ez a dolog chapter 3-ba fog bekerülni. Trailerben már láttuk, de nem kerül be a Fortnite-ba sajnos még. A srác is azt mondja itt, hashtag Fortnite chapter 3. Azért chapter 3, és azért mondom, hogy szerintem chapter 3-ban fog ez megjelenni, mert eléggé nagy cucc, olyan nagy cucc, mint a vezethető autók voltak chapter 2 elején. Minden új chapter tényleg nagyon-nagyon-nagyon meg akarja változtatni a játékot, aminek én nagyon örülök amúgy, Adom, és várom a chapter 3-at. Következő leak, srácok, vagy nem leak, hanem egy ilyen hint. Eléggé rég láttuk már ezt, és jelenleg még most sem tudjuk, hogy hol van ez a kép elkészítve. Ugyanúgy, hashtag Fortnite Chapter 3. Lehetséges, hogy Chapter 3-ban fogjuk ezt kideríteni, hogy mi is ez, hogy történt, hol van. Én arra tippelek, hogy Grotto környékén van. Tudjátok jól, hogy már Grottónak a vízszinte már csökken, szóval többé valószínű, hogy valahol ott lesz, amúgy valahol arra lesz. Ezt sem tudjuk még biztosan, hogy mi és hogy. Következő, srácok, az ez, okés? A Fortnite már rég kijelentette, hogy átvált Unreal Engine 5-re, szóval más lesz a játék motorja, és más lesz egyúttal a játék grafikája. És ugyanúgy egy trailerben, az utolsó trailerben van egy ilyen képünk, okés? És mint látható, igen, új grafikája van, új a térkép, új a sziget, új minden. Megint ugyanazt tudom mondani, hogy többi valószínűleg chapter 3-ban ezen a szigeten és ezen a helyen leszünk mi. Okés? Más grafika, full más grafika, szóval többi valószínű, hogy ezt akarja megmutatni nekünk, hogy chapter 3-ban vagy a következő szezonban jön az Unreal Engine 5 és jön egy új grafikával. Sajnos, és azt tudom mondjam, hogy sajnos azoknak, akiknek egy kicsit rosszabb a gépe, a számítógépe, a telkről, hogy szomorítsa, hogy hát egy kicsit még szarabb lesz a játék lehetőség, a játék élmény, mert azért több gépigény kell egy Unreal Engine 5-nek. Nem sokkal, ne értsétek meg, hogy nem sokkal, de viszont egy kicsit több kell, oké? Egy kicsit több kell. Oké. Itt láthatunk három embert.
emelik fel a kezüket, nem lehet tudni meg jelenleg, hogy miért. Térünk tovább, oké? Térünk tovább. Nagyon-nagyon fontos. Ez. Srácok. Ugyanúgy a trailerben van, és láthatunk jobb oldalt lent egy Chapter 1-es autót. És az a rendőrautó. Chapter 1-es rendőrautó, ami... Hát... megy, oké? Megy. Szóval többé valószínű, Chapter 3-ban vezethetünk rendőrautókat, aminek nagyon-nagyon örülök, srácok. Most képzeljétek el, szirénál volt járni az egész szigeten, és megölni mindenkit, vagy meghalni első. Első 1v1 egyben. Még ki tudja amúgy. De ennek nagyon örülök amúgy. Rendőrautók, végre. Láttam rendőrautókat, nem lehetett vezetni sajnos, de most hátha fogunk tudni vezetni Chapter 3-ban. Ugyanúgy megint mondom, és ismétlem magam, én abban a hídben vagyok, hogy amit a Fortnite a trailerben rak, bármilyenféle trailerben, Battle Pass vagy új season trailerben, az meg fog történni egyszer a Fortnite-ban. Oké? És én adnám ezeket a rendőrautókat. Írjátok le a kommentbe, hogy ti adnátok a rendőrautókat, vagy sem. Következő nagyon-nagyon fontos, még egy autóról van szó. Ezt nem láttuk még, ezt. Csúnya szó, ez az ezt. De ezt az autófajtát nem láttuk még eddig a játékban. Nem lehet tudni, mikor kerül be. Ugyanúgy mondom, hát ha Chapter 3-ban bekerül. Nagyon-nagyon-nagyon menő. Egy nagyon-nagyon fontos dolog, ez a következő kép, srácok, és mondom, hogy nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos. Trailerben láttuk, ugyanúgy. Baloldalt Retail Row látható, baloldaltok, és itt fent Retail Row. Azon a felén, srácok, jobb oldalt, egy olyan várost, egy olyan falut és egy olyan helyet látunk, amit jelenleg nem látunk soha a büdös életben, srácok. Soha a büdös életben nem látok ezt a falut itt. Nem tudjuk, hogy mi a neve. Nem tudjuk, hogy mi az. De trailerben a Fortnite megmutatta nekünk, és szerintem nem csak úgy mutatta meg nekünk, hogy neztek itt egy falu, és ennyi az egész, nem fog bekerülni, hanem de ez be fog kerülni, szerintem az új szigeten itt lesz. Szerintem. Bízok benne. Mert elég télies hangulata van, és remélem, nagyon-nagyon remélem, hogy december 7-től ez a hely bent lesz a Fortnite-ban, a Chapter 3-os. Nagyon-nagyon remélem, tényleg. Nem tudom, hogy mi lehet a neve ennek, de szerintem nagyon menő lesz a Chapter 3, főleg azért, mert karácsonyi season, és minden karácsonyban jó a hangulat is, meg minden. Winterfest közeleg újra. Uh-huh-huh. És utolsó dolog, srácok, amit még nem tudom, hogy hova, és nem tudom még, hogy hova tegyem. Az Jonasy egy trailerben, ami látunk itt szerintem egy Zero Pointot, és D204. És a Day, azt kérdez az ember, aki ezt kitette, hogy a Day vajon nem a Dimension-től jön, szóval a Dimension 204. Szóval egy 204. Dimension-be ment be az ember. Ezt nem lehet tudni még jelenleg, hogy mit jelképez. Írjátok le kommentbe, hogy ti mit gondoltok erről az egészről, mert tényleg nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Nem tudom, hogy ez mit jelent. Biztos létezik rengeteg-rengeteg Dimension, és azt akarja jelképezni, ez a 204-es. Nem tudom, tényleg. De írjátok le kommentbe, srácok, írjátok le kommentbe. Az utolsó dolog, srácok, pedig ez, a kép, erről még beszéltünk, amúgy, elég sokszor. Livestreamben is, külön videóban is, de meg szerettem volna jeleníteni ebben a videóban is. Ez a kép egy Chapter 3-as, nem leak, hanem egy fan concept, mondhatni úgy. Ami rengeteg mindent elmond nekünk, és adnám, hogy így legyen amúgy. Adnám, hogy így legyen a Chapter 3-as térképe. Ugyanúgy ezek mellett még azt mondja, hogy 150 játékossal is fog rendelkezni a Chapter 3. Nagyon menő lenne szerintem 150 játékos ellen játszani. Igaz, hogy egy kicsit... kicsit túl sok lenne szerintem a Fortnite a 150 játékos, de ki tudja amúgy. Van pár régi hely, van pár új hely, szerintem ezt a kombót mindenki szeretné amúgy, mindenki szeretné. És ugyanúgy, ahogy mondja ez a map készítője, hogy ne aggódj, hogy sok a víz, mert vannak jetskik, oké, és vannak jetski járművek, ami megint nagyon-nagyon menő lenne szerintem. Tényleg nagyon-nagyon menő lenne. Kb. Ennyi ebben a videóval. Ezeket a dolgokat szerettem volna nektek bemutatni, és írjátok le a kommentben, hogy mit gondoltok erről az egészről. Minden, amit bemutattam nektek, egy trailerben, vagy több trailerben található, Fortnite hivatalos trailerben egyértelműen, szóval a Fortnite ezeket megmutatta, csak még jelen pillanatban nem kerül be a Fortnite-ban. Ezért készítettem ezt a videót, hát, hogy Chapter 3-ba mindez bekerül. További szép napot kívánok mindenkinek, iratkozz fel a csatornára, ha nem vagy feliratkozva, és lájkold ezt a videót. Na és köszöntöm, további szép napot, sziasztok!